Megnyílt a Pannon Egyetem humántudományi karának új tanuló galériája Veszprémben. Az új kiállítóteret sajtótájékoztatón mutatták be az érdeklődő újságíróknak. Jelentős eseményhez érkeztünk el. Két nagyon fontos tevékenységünknek és célunknak az első megállója az, hogy itt ezt a tanulói galériát most megnyithatjuk, átadhatjuk az egyetem közösségének, illetve az érdeklődő külső feleknek is. Az egyik az az, hogy maga a tér, amit látunk, ez egy vadonatúj tervezés, és egy egészen különleges tervezés, és ezt nagyon köszönjük kollégánknak, Cseh Andrásnak, a vizuális kultúra tanárának, aki vezetésével megszületett ez az átalakulás itt, az N-épület első emeletén, ami hát ha a folyosó másik felére nézünk, akkor látjuk, hogy még várat magára további felújítás. Nagyon reméljük, hogy ez a munka folytatódni fog. De hogy ne öncélú legyen ez a felújítás, amit tulajdonképpen hallgatói térnek terveztünk, az is volt. Hallgatóink itt töltötték az órák közötti időt, hogy egy kicsit komfortosabb, esztetikusabb és hasznos anyaggal feltöltsük ezt a teret. Az lett a célja ennek, hogy ez egy galéria legyen, ahol kiállíthatjuk a saját hallgatóink, illetve külsős partnerek munkáit. Itt jön a második szempont, ami miatt örvendezünk, tehát ez egyik az infrastruktúrális fejlesztés. A másik pedig az, hogy amit itt látunk kiállítva most a tanulói galériába, az a két évvel ezelőtt indított óvodapedagógus szakunk hallgatóinak a művei. Néhányan ezek közül a művek közül már az óvodásokkal együtt készült, de van olyan is, amit a mi hallgatóink egyedül csináltak. Én nagyon remélem, hogy a jövőben a köznevelési intézményekkel való együttműködésünk során nem csak a mi saját hallgatóinknak a munkái, hanem a velünk kapcsolatban levő óvodáknak, illetve iskoláknak a tanulóinak a munkáit is meg tudjuk itt jelentetni, a kiállítást tudunk szervezni, és ezáltal is közelebb leszünk a régióhoz, tehát lebontjuk a falat az egyetem és a város, illetve az egyetem és a régió között. Én említettem már Cseh András nevét, most szeretném bemutatni kollégámat, tehát egyetemi docens pozícióba került hozzánk Cseh András, aki egyébként a Kern Architects-nek a munkatársa, talán vezetője is, de mindjárt elmondja, bemutatkozik. Az ő ötlete volt ez az egész design, az ő segítségével valósult meg ez a tér, és ő oktatja azokat a hallgatókat, akiknek a műveit itt most látjuk. Én remélem, hogy sokan fogják látogatni ezt a galériát, és remélem, hogy sok kiállítást tudunk megnyitni a jövőben. Most két dologról mesélnék egy picit. Az egyik az maga a tér, hiszen ez a tanuló galériának az átadó ünnepsége. A másik pedig az első kiállítás, illetve be kell vallanunk a második kiállítás, de most így együtt láthatjuk azt a folyamatot, ahogy a tér megszületett a kiállítás részekén, illetve azt, hogy itt az épített és természeti környezeti nevelésben, vizuális kultúrában az óvópedagógusok, illetve a később a tanítóképzésben milyen tudást szednek össze nálunk a hallgatók. Judit említette, hogy építészként sok közöm volt ehhez a térhez, de az az igazság, hogy úgy érzem magam, csak mint egy szakács, aki idejött, és akkor körülnézett, és volt rengeteg jó hozzávaló, és ebből könnyű volt főzni, csak nem szabadott elrontani. Ugyanis itt az egyetemen megvolt a tanuló galériának az intézménye, csak az átalakítások során most ideiglenesen elpihent, tehát hogy ez a kezdeményezés, hogy azok a pedagógus hallgatók
óvópedagógusok, akik itt tanítanak, majd kimennek és gyerekekkel együtt dolgoznak, hogy ezeket a munkákat be lehessen mutatni. Ennek volt egy hagyománya. Erre Porr Zoltán hívta fel a figyelmemet, és az ő kezdeményezésére neki láttunk gondolkodni azon, hogy akkor hol lehetne most megfelelő helye, és hát hol máshol, mint a pedagógus képzésnek a fellegvárában az épületben. Úgyhogy körülnéztünk, és ez a folyosó szakasz alkalmasnak mutatkozott arra, hogy itt egyrészt kiállító, másrészt közösségi térként tudjuk működtetni. Én közben ide kerültem docensként, elkezdtük a munkát a hallgatókkal, nagy örömükre, és külön szeretném köszönteni a most másodéveseket, akik itt vannak, akik ennek a térnek a közösségi tervezésében a fél éves munka keretén belül részt vettek, úgyhogy mindenkinek kötelező pont, hogy a nagy ablakban található 4 makettet vizsgálja meg. Ez ennek a térnek 4 különböző elképzelése, de mindegyik azon alapul, hogy hogyan szeretnék a hallgatók, az ő hallgatótársaik használni ezt a teret, úgyhogy már tudtuk a funkciót, hogy kiállítást is kell belerendezni, illetve szeretnénk, hogyha itt továbbra is találkozni lehetne. Úgyhogy ez most mindentől teljesen függetlenül, de én a másodéves csapatnak szeretnék kérni egy tapsot mindenkitől. Beletettek apait, anyait, és akkor azok tapasztalatok alapján, amit itt átrendeztük a teret, néztük, hogy azt hogy használják, illetve amiket ők felvetettek a tervekbe, az alapján készítettük az irodámmal, a Ken Architects-el ezt a belső építészeti tervet, ami aztán az egyetem műszaki igazgatósága nagyon nagy gonddal kísért végig, a kivitelező is szíve csücskének tekintette, úgyhogy ez azért mondom, hogy könnyű volt főzni, mert hogy nagyon sok jó energia íródott itt össze. Szerintem a térről ennyit, illetve annyit, hogy az egyetem szépen fokozatosan újul meg, és én látom a lehetőséget, hogy ne csak ilyen szuper akupunktúrás helyzetekre legyen lehetőség, de hogy komplexen át lehessen gondolni tanulási tereket itt a kampuszon. És akkor a kiállításról röviden, 3 téma az, amit most itt bemutatunk. Rengetegen dolgoztak már az elmúlt másfél évben hallgatók a vizuális kultúra tantárgy sorozatban. Ennek a címe tértárgykép, mert fontosnak tartjuk, hogy nem csak a képi kultúrát jelenti a vizualitás, hanem a körülöttünk levő tereket. Főleg úgy, hogy ők tanulási terekként gyerekekkel, fiatalokkal, diákokkal nagyon sokat lesznek benne egy-egy adott számukra, személyre szabott térben, és hogy ennek a minél jobb átalakítása és minél jobb használata az elérhető legyen számukra, hogy ebben ők tudatosan tudjanak mozogni. Úgyhogy a tértárgykép kultúrának van rengeteg alkotása most már, de amit idehoztunk, az egy történeti képsorozat, itt a falon. Az egyébként mindegyik maketten látszik, majd hogyha megnézitek, hogy ez a kettőség, hogy tárgyakat hova állítsunk ki, képeket hogy állítsunk ki, hogy ez ilyen egész egyértelműen kirajzolódott a közösségi tervezés során. A történeti kép az egy választott történeti képnek a másolása, egy hazai és egy nemzetközi példát kaptak, és ennek olyanféle kreatív másolása, ami mellé párhuzamosan egy óvópedagógusként egy foglalkozás tervezetet kellett csinálni. Tehát a képek nagyon nagy része az már az újraalkotás során fejben tartja és észben tartja, hogy ez gyerekekkel hogyan lehet vagy a folyamatot újra végigvenni, vagy ez hogy lesz egy történetnek a kezdő vagy végpontja. Tehát fontos, hogy állandóan a vizuális kultúra és az oktatás az összekapcsolódik már a legkisebb korban és hát a legérzékenyebbek. Úgyhogy itt főleg Színyei Mersepálnak a Majális című képét választották a hallgatók, de látjuk, hogy rengetegféle technikával alkották ezt újra. A másik, amiről már egy picit beszéltem, az a közösségi tervezésnek az egyik fázisa. Valaki kérdezte, hogy ennyi minden készült már az elmúlt másfél évben, és nem ennyi minden, hanem körülbelül 8-szor ennyi minden készült, de nem akartuk emészhetetlenné tenni ezt az első kiállításra, inkább mindenki örüljön neki. Úgyhogy ott sem az egész folyamatot mutatjuk be, hanem a legfőbb lépését, amikor
a felmérést felrajzoltuk, megmakettezték, berendezték, és hogy már az első víziók belekerültek, úgyhogy azokból a víziókból alakult ki, hogy egy ilyen kiállító és néha pedig ilyen beülős, kuckózó sarokká válik a térnek a vége. A régi bútorokat tök jól tudjuk használni, szeretjük is, úgyhogy azokat úgy rendeztük át, hogy jól működjön. Viszont az fontos volt, hogy egy saját karakteres világ alakuljon itt ki. Hogy érzékelhetővé váljon az, hogy itt egy picit más dolog történik, hiszen egy kiállításnak, mondhatnám azt, hogy még akkor is, hogyha gyerekeké, de inkább azt mondom, hogy leginkább akkor, hogyha gyerekeké, akkor van egy emelkedett olvasata, és hogy a tér is ezt segítse, ez fontos volt számunkra, úgyhogy ezért lett ez a kis a folyosóról leválasztott, fával keretezett világ, ahol a falra lehet írni, ahol a falra lehet mágnesezni, tehát hogy önmagában a ház válik egy tanulási és kiállító felületté. És a kiállításnak a harmadik része az pedig ezen a polcon, ez a sorozat makett, ami a Tanulási terek című tárgy, nekem a szívem csücske, mert építészként ez a mániám, de hogy a Tanulási terek című tárgyban arról beszéltünk és foglalkoztunk, hogy és azzal foglalkoztunk, hogy különböző korosztályoknak milyen a téri szükségletei vannak a fejlődésüknek a legkomplexebb eléréséhez, amiben az érzelmi, a társas kompetenciák ugyanúgy megjelennek, mint az, amit tudásként apostrofáltunk az elmúlt 150 évben. Tehát most egy tágabb tanulásfogalommal dolgozunk, és hogy rengeteg jó példa épült meg ebből a világban, külföldön és itthon is, úgyhogy ezek felváltva hazai és külföldi megépült tanulási terek, ezek mind óvodák, és ezek is úgy készültek, mint a legelső, amiről meséltem, hogy az óvodatér megismerésével foglalkozásokat is fejlesztettek a hallgatók, ami ebben az óvodában, ebben a térben nagyon izgalmas, vagy különlegesen jól használható lenne. Úgyhogy ezt a teret és a kiállítást adjuk ma át, és én is azt remélem, hogy minél szélesebb korosztálynak megnyílik, és sokan dolgozhatnak olyan dolgokon, amiket utána itt az egyetem tesz közhírré, közkincsé mutat meg, és hogy remélem, hogy hosszú távon jó lesz ezek között a gyerekek és hallgatók által készített műalkotások között találkozni, beszélgetni, vagy néha csak leülni és megnézni őket.